Ez egy igazi unikum, a Ford tegnap mutatta be a Fiesta utódját Verve néven, ez egy koncepcióautó, természetesen nem ez lesz a neve. Érdekes módon engedték, hogy filmezzünk, hiszen a frankfurti autószalon csak jóval később lesz. Ennek az autónak az alapja a Mazda 2-es már fut. Itt láthatod a Ford elnök vezérigazgatóját, az európai elnök vezérigazgatóját, John Fleminget, ő mutatta be. Ha ránézel az autóra, akkor egy egész más koncepciót látsz, mint eddig. Ugyan folytatódik a dinamikus dizájnot, a háttérben láthattad Martin Smith-t, éppen ennek a formavilágnak a megalkotóját, de kis autóban ez rendkívül szokatlan módon. Érdekes például ez a kerék, ha megnézed, 18-szoros, 17 küllős autó színét követi. Nézd meg, milyen jó pofa hátul, teljesen új dizájn elemeket vonultat föl, ebben a kis kategóriában nagyon igényesen megcsinálva. Azt mondják, hogy elsősorban a divat szakma irányította a tervező kezét. Ha belülről megnézed, akkor is egy teljesen új dolgot látsz, sportos műszerfal, középen a fordulatszámmérővel és a sebességmérővel, és középen pedig a rádiótelefon struktúrájára felépített kezelőelem, alatta pedig azt mondják, hogy a zuhanykapcsoló inspirálta azt a középső kezelő gombot, fölnőtt egy generáció, amelyiknek ezek a dolgok a legtermészetesebbek. Kívülről egyébként két projektoros lámpája van, illetve egy ledes, itt látszik egy összefoglalóképpen próbáltam bemutatni, jellegzetessége lesz ez a igen nagyméretű, talán kicsit Peugeot-tól vett trapézos lebegőbelépőnyílás, és fölötte pedig a Ford emblémával az a picike kis hűtőrács rész is Ford jellegzetesség lesz. Oldalról érdekessége a keret nélküli ablak, ráadásul B-oszlop sincsen, feltehetőleg ez a széria változaton nem marad meg, de rátekintésre a struktúra állítólag nagyon ilyen lesz. Ha hátulról megnézed, alul a diffúzor az egy kicsit más színű, maga a szín is érdekes, két komponensből tevődik össze, egy mély bíborból, és a tetején egy sötétebb fedőfestékkel. Hogy az új modell mennyire áll közel, majd a széria változathoz, egyelőre arról semmit nem lehet tudni, az viszont igen, hogy ahogy a korábbiakban mondtam, a Mazda 2 alapjaira készül majd.